Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. Szevasz, Peti. Nagyon jók vagyunk. Nem mondom, hogy nyugodtan csináld, én átveszem, mert megbeszéltük az autót, nem? Jó, csak most én nem, hajamat nem lőttem be, meg ilyenek. Sapka már rajtad. Mindegy. Nem, az van. Ja, szevasztok. Ez itt a mai tesztünk. Gondolom Péter már megnyomta a gombot még mielőtt bármi történt volna. Lehet, hogy véletlen, igen. Jó, beszéljünk a formájáról, jó? Mert hogy kint vagyunk, aztán kezdjük azzal, ott lehet, hogy találunk részt a pajzson. Mert tudod, megint az lesz, hogy nehezen fogadnak el az emberek a sajátjuktól eltérő véleményt, meg a berögzött dolgoktól, de ezzel meg kell küzdenie minden kvázi új márkának, főleg a hazai piacon, ami nagyon picike. De azért veszegetünk autókat, na, nem állunk olyan rosszul. Szóval ez itt a Watta új Ssangyong Korando, már a negyedik generációja Korando, már mindjárt jutunk oda is, tudjátok. Ami egy, hát közepes SUV-nak számít, ugye van a Tivoli, a kicsi, van az XLV, ami igazából egy felfújt Tivoli nekem. Annak a tesztjét megnézhetitek itt. És akkor most itt van a Korando, ami, hát figyelj, nem egy kicsi autó, ez egy abszolút X3-as BMW méret, vagy Renault Kadjar, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, akármit mondhatnál. Hát nézzük meg, igazából belelátsz bármit és mindent is. Itt egy kis Volkswagen, amott egy kis Audi, de azért ugye Double Dragon az itt van, egy rendesen védhető márkája, ahogy a Winkler nagyon helyesen megalapította szemben a Hyundai H-jával. Ennek legalább van értelme. És ez egy kompakt, egyértelmű, normál formaterv, ami sehogyan nem lóg ki a sorból. Talán ez a jellegzetes domborítás, amire azt mondhatjuk, hogy Ssangyongos, gyere másik oldalon, oda ráesik a fény, hogy lássad, hogy hogyan játszik rajta. Ez itt már egy kicsit Range Rover, Peugeot, stb. Annak mondjuk ide fölfut, tudod, a DS-eknek ide fölfut ez a kromcsik. Ez itt olyan jellegzetes. Egy rendes méretű, nagyobb bacska SUV-ot látunk. Olyan, mint a Fradi Kolbász, mindent bele. Kicsit most. Kicsit olyan? Olyan, Peti. Nem vagy, gyere, hát csúgassalak, nem múlik. Mert itt ez a nyomás a fejedbe, tudod. Nem, most már indul a buszon. Megkidelékel. Hát itt fogyott el egy picit a lendület. A lendület, nincsenek hangzatos nevek a formaterv mögött, Peter Schreier, meg többi, egyszerűen csak úgy van. Itt egy picit elfogyott a lendület, megérkezett ez a nagy lemezfelület, ez valami miatt ragaszkodnak hozzá a Ssangyongnál, ugye annak idején, amikor még a Ken Greenlee, ugye, aki a Royal College of Arts igazgatója volt, amikor hát tulajdonképpen ő az autó, hát nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, a autóipari formatervezők Uhrin Benedekének nevezném talán leginkább, Isten nyugosztálja Benedek bátyánkat. Neki nem nagyon sikerült olyan formatervet találni, amit ne röhögött volna a körbe a világ, de ez most már megváltozott, ehhez már nincsen köze. Tudod, azt tetszik, hogy nincsen kamu kipufogó. Ha már nincs, akkor egyáltalán ne is legyen, nem is látod, nincsen. Ugye? Aha. És hát ugye a Korando a legrégebben létező márkanév, Korea can do. Yeah. We can do it. We can do it. Ja, hát figyeltem. Electronic tailgate, electronic operated tailgate, elektromosan nyitható a csomagtér, ami jól látszik, hogy elég mély, dupla fedelű, 551 liter. Ami azért egy egész szép érték, én úgy gondolom. Ezt nyilván be lehet szuszakolni alulra is. És hát azért adózzunk némi figyelemmel az apró részleteknek, amik azt mutatják, hogy egy autón gondolkodtak, hogy egy autót komolyan vettek, és akarnak valamit, Korea can do, ugye, meg akarják mutatni, hogy azért ők is tudnak fém csomagtérrögzítő kampókat rakni ide, oda, 4 darabot, tudnak ide tenni hátra egy szivárgyújtót, tudnak szépen kárpitozni mindenütt, tud lenni itt egy defektjavító készlet,
Amúgy, ha teljes értékű pótkerék lenne, akkor sokkal kisebb lenne a csomagtér. És hát, amit még én felfedeztem a minap, én... Aha. Ez itt kérlek szépen egy kompakt kis... Na, kompresszor. Az. Jó reggelt! Egy kompakt kis kompresszor, nagyon, nagyon tüchtig. Majd egy ilyet valahonnan szerzünk el. Nekem ezek tetszenek. Figyelj! Nem könnyű belekötni, és azt mondom, hogy figyelj, amiben nem könnyű belekötni, abban okvetlenül nem is kell. Érted, nekem az szimpatikus nagyon a Ssangyongba, hogy nem nyomulnak nagy arccal, hanem csak így szépen csendben, ezek elkezdtek autókat gyártani. Évek alatt azért eljutottak odáig, hogy most már egyáltalán nem se a minősége, se a semmije, helykínálata, semmije nem szégyenletes egy ekkora autónak. Tessék! 220-as hajzat, illetve hát bocsánat, hálózati, 230. Hoppá, borotvámat be tudom dugni. Be tudod dugni a borotvádat, onnan tudod kapcsolni, van rajta egy gomb, hogy aktiváld ezt. Annyi, hogy esetleg ide hátra elfért volna még egy pár USB, ebbe egy picit azért le vannak maradva, de amúgy a helykínálat jó, itt fel is van egy picit, ugye itt ér véget a tetőablaknak a mechanikája, pont a fejed fölött, úgyhogy el is férsz frankon, nyilván dönthető a... Osztottan dönthető a háttámra, nagyobb variálhatóságot ne várjunk, de hát általában a felhasználó 90%-ának ez elég. És figyelj, öregem, ez a 19-es felnél, ez feláras, alapból 17-essel jön, de minden megvan, megmutatjuk majd az extra listát, meg a felszereltségi szinteket, kinyitom a géptetőt. Minden fel van szépen sorolva, meg van mutatva, és a végén van egy szám. Az az érdekes. A kitámasztó láttán sokan felszisztennek, én nekem nem rohadt lelkezem, ezek nálam nem osztanak, nem szoroznak, tudod, annyira nem, ez annyira lényegtelen szárság. Ez az új motor, hát új motor, ez az 1.5-ös turbómotor, ezt az AVL fejlesztette nekik, ahogy az 1.6-os dízelt is. Majdnem 170 lóerő, 167, 260 Nm nyomaték van ezzel az automata váltóval, kézivel 280, 20 centis teszt. Dan, ennyi. Ja, 1500 kilót húzhat, ez fontos, ezt mondjuk el. Nézd meg, tök szépek az illesztések, semmi gond. Mit akartál mondani? Peti, mit akartál mondani? Hogy 1500 kilót tud húzni. 1500 kilót tud húzni, a motorról beszéltünk, Euro 6D nyilván, ahogy az 1.6-os dízel is ezzel a kétféle motorral kérhető itthon, amúgy a Korando C300 névre hallgat. Ugye a C200-as az egy ilyen gömbölyű valami volt, már az se sértett meg senkit, ez meg az új, ez a C300-as. Nézd meg, ledes lámpák, van radaros tempomatod, esőérzékelős ablaktörlőd, holtérfigyelőd, keresztforgalomfigyelőd, parkolássegéd, már mindjárt megmutatunk mindent szépen. Innen, itt, hogyha rátennél egy Volkswagen logót, akkor simán megveszem Volkswagennek amúgy. És sehol nem látsz benne esetlegességet, vagy végig nem gondolt dolgokat. Minden él, minden jó, passzol. 76%-a az autónak amúgy nagyszilárdságú acélból készült. Ettől nem lett könnyű, mert majdnem 1600 kiló, de azért nem, nehéznek se nevezném, ahhoz képest, hogy mekkora. A tengely távja amúgy elmarad mondjuk az X-Trail-től, azért tényleg egy böszmen agyállat, meg kisebb is annál, de azért, na, ne hemperegjünk, el lehet benne azért férni bőven vastagon. Gyere, pattanj be, Péter! Nézd meg a szituációt ide bent. Hopp, a szerkezet. Na? Imhol vagyok. Muflán is open, parancsolj! Bőrülés? Hát bőrülés. Azért nem egy konolli. De így, ha belenézel, azt mondod, hogy megérkeztünk egy kicsit a Passatba. Ugye az hozta be ezt a vízszintesen tagolt műszerfalat. És kezdődik a meglepetések sora, üljél már be. Jó, csak itt jó. Olyan képet látok, amit onnan nem. Ja, nagyon szép képet látsz. Figyelj, jó. Kezdődik a meglepetések sora. Nyilván van egy tetőablakod, ami nem túl nagy, de azért tetőablak kinyitható. Megnézed, hogy végig kárpitozott az ülés állja. Oké, ez itt kemény műanyag, ez is. Itt puha, de hát tudjátok, ez a nyomkodás, ez ilyen régi román szokás.
Itt van egy 6 gangos Aisin váltó előválasztó, és akkor start, stop, auto hold, szeretjük. Elektromos kézifék, üzemmódállító, ez egy első kerekes példány. Ugye? Anya, meg is mondom, de... De igen, tessék. Ez egy prémium kivitelű, első kerekes példány. Üzemmód választó. Nézd, van egy rendes klímapaneled. Itt a megvilágítása ennek az elemnek, meg az ajtónak ilyen 3D-be befelé, mert ha Peti beülhet, beindítom az ablakot. Én nem beindítom. De beülök inkább be. Gyere, üljél be. Az idő az inkább befelé hív. Mit lehetne ilyenkor tenni? Hát azt mondjuk, hogy csend vagy. Várj egy picit. Látod? Az egy kicsit olyan 3D-s. Igen. Hát akkor azt mondod, hogy ez egy olcsó autó, hogy aha, hogy akkor ez mennyibe kerül? Aha, hát nézzünk már szét. Ó, ez itt egy 10 colos multimédiás központi kezelőpanel, ilyen minden tudó. Hopp, ez itt előttünk egy full LCD. Nyilván ez felárás, de majd mindjárt megmondom, mennyi a felára. Hoppá. Ja, nézd már, van ülésfűtés, szellőztetés 3 fokozatban. Jó, egyszerre a 2 nem működik, de ritkán van rá szükség. Hát egy USB, ide még elfért volna még egy, de hát itt is van egy szivárgyújtó. Lehet állítani a könyöklőt, de jó. Szeretjük. És amár elnézel, szép kidolgozást látsz, nézd meg. Végig mindenütt. Hát van. Szépen futnak az élek. Ahol 3 féle anyag van összeeresztve, ott is minimális a hézag. Ez a műanyag, meg ez az elem. De hogy ez nem a csúcsa, ugye? Mert van még kiosztás, azt látom, amit a váltó mellett. Lehet még kérni, kérni bele dolgokat, de igazából szétnézel, azt mondod, hogy mi kell? 4 elektromos tükör, elektromos ablak. Azt tetszik, hogy minden gombokon van. Nem egy, ugye odaállsz egy XC90-es volonz, ami történetesen most van a Tibinél, megőrülsz, míg állítasz egy akármit itt a sok szöveges menübe böngészve, itt meg itt vannak a piktogramok, igazod? Itt meg itt vannak a piktogramok, hogy hopp, félszóró magasságállítás, parkradar kikapcsolás, kinyitom a csomagtartót, sávtartó, ezzel kapcsolom ugye a 220-as helyzetet, itt a holtérfigyelő, ja, nem is ezzel a műszerfelvilágítás, ez a fényszóró magasságállítás. Itt van a multikormányunk, váltófül is van, ennyi. És nekem azt mondod, hogy várjunk már, ez tényleg az a Ssangyong, a régi ortopéd korandó, meg a többi. És basszus, tényleg az. És akkor fogod, összedugod vele a telefonodat. Ennyi történik, megérkeztünk. Ó, Apple CarPlay, Android Auto, tényleg felár nélkül. Nézzük meg. Elindított, semmit nem kér, senki sehova. Összedugod, ott van. Mindjárt megérkezik szenyor térkép. Ugye itt van a vazénk. Ó, de szeretném én a vazét itt nézni. Ezekkel engem meg lehet enni. Vagy benne. Én a térkép vagyok, ott van a vazém, de ha akarom, akkor a beépített amúgy pocsék tomtomnak ilyen van. Én nem értem, hogy az autógyártók miért ültetik a tomtomot, borzasztó, nem jó. De, hát használjunk akkor mást. És akkor eljutsz ide, hogy elkezdesz itt böngészni ebbe a menübe. Jó, most 15-4-es átlagfogyasztás ír ki, mert nulláztam, mielőtt elindultunk. Amúgy ilyen 8-9 liter körül, hogyha azért dinamikusan közlekedsz a városba, és el lehet vele járni. És akkor elkezdesz itt böngészni. Hát lapozgatod itt ezt a HD felbontású, csak szólok. HD felbontású kijelzőt, nyilván beállított, hogy hogy nézzen ki. De szóval ennyire gyors. Nem az van, tudod, mint a Citroen-nél, hogy modul betöltése folyamatban. Aha, ott a modul, ott a modul, ott a modul, ott a modul. Hogy ezt miért nem lehet így megcsinálni másnak? Na de várj, a másik a tolatókamera képe, ami... Majd eljutunk oda is. Jó. Lapozgatok itt a könyvbe ide-oda. Itt van a fáradtságfigyelő, most nagyon toppon vagyunk. A sávtartó a standby-on van, hát itt nyilván tudsz váltogatni a média állomás között. És akkor eljutunk ide a driving assist settings. Ja, leföl, van back gomb. Nem egy gombbal kell megoldani 870 dolgot. És akkor itt van, hogy vészfék asszisztens, ráfutásgátló, sebességfigyelő,
speed limit warning, illetve holtérfigyelő. A távolságot, ugye az adaptív tempomatnak mennyit tartson az előtted lévőt, azt be tudod állítani. Ha keresztforgalom figyelő, aha, tudod mi ez? Hogyha kinyitod az ajtót, akkor, és ha jön hátulról valaki, akkor elkezd bimbámolni. Amúgy a bimbámolás az egy terror ebben az autóban, szóval ezt tegyük hozzá, hogy ez akkor is sípol, hogy hányan lenyomja otthon a kilincset, pedig elég messze lakik minden egy csirimcsörömpöl azonnal, mert ezt demonstrálom, hogyha sikerült a két fa között. Táblafelismerő rendszer. Figyelj, minden itt van benne. Hát akkor miért nincs ez másban ennyi pénzé? Érted? Szóval tegyük fel magunknak a kérdést. És keresed, hogy hol lóg ki a lóláb, figyelj, elő egy McPherson van, hátul egy ilyen multilinknek nevezett futómű, az se rossz. Figyelj, minden kerek a világ ebben a kocsiban. Annyira kerek a világ ebben az autó, hogy valószínűleg Bence fog is venni egyet. Ja, és hát ugye itt vannak a klímagombok. Ó, de jó. Nem menü van, meg nem tapicskolod össze a képernyőt, fogod azt itt nyomkodod, és akkor működik. Lejjebb, följebb. Ja, persze, itt közben megjelenik, hogyha te szeretnél éppen itt böngészni, akkor azért lehet, beállítod a hangot, hát a navija se annyira vészes. Érted? És akkor jössz-mész, itt a kis menüdbe, világos, áttekinthető, normális. Nem kell hozzá polipnak lenni, nem kell hozzá, hogy hívjáknak lenni, IT menedzsernek. Azért ezt nem franciák tervezték, akkor ezt kimutatjuk. Nem, ezt gondolkodó emberek tervezték, akik úgy gondolták, hogy ezt majd használni akarja mindenféle korosztály ezt az autót. Nem, jó, oké, ez itt nem egy töltőpad, bár ebben se vagyok biztos, de vannak nagy ajtózsebek, nézd meg, két üvegsör simán elfér. Bencétől kaptam, szélsérő hozta, nem én iszom menet közben, már fogom otthon. De olvastam egy olyan kritikát, hogy hát vékony a kormány. Nézérem, tényleg, Bubi, vékony. Hát akkor tekert körbe szivacsa. Erre mit mondják? Nem, tök jó fogású ez is. Persze vékonyabb, mint a német szafaládé, de ez egy jó kocsi. Apróságokat, keresse rajta hibát, megjegyzi az autóholdot, van start-stopja, ilyen elindulunk, D-be húzzuk, ez egy 6-gangos Eisenváltó, megmutatom neked, hogy mennyire, figyelj, csipogás terror, az viszont jelentős, szóval aki erre háklis, az ne, nem tudom ezekkel a fákkal most mit fog kezdeni, de... Aha. Jó, ilyenkor... Bármikor tudsz olyat csinálni, hogy egyszerre szól az első meg a hátsó, az őrület határán vagy, azonnal most valószínűleg messze vannak egymástól, de olyan tirlirlirlirl, olyan, mint hogyha, aha, amikor parkolsz be, akkor csinál bődületes kakofóniát, és akkor elindulunk, azért bezizzen ez az 1.5-ös 4-hengeres turbómotor, Peti meg beköti magát, na ez azonnal, sikít. Kikapcsolom a start-stopot. Megfogod egy cipnát? Persze. Köszönöm szépen. Ja, ott van a lejtmenet vezérlő is. Milyen jó hangja van ennek a síparásnak, hagyjam meg? Nem. Peti! Na. És akkor várná az ember, hogy értem én, de hol basszuk a fillért? Kedves koreai jártársak. Amúgy tudni kell, hogy amikor nagyjából abban az időben, amikor ők elkezdtek tényleg európai szemmel is minőségi autókat gyártani 2010-ben, akkor azért be is csődöltek és megvette őket a Mahindra. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy indiai tulajdonú cég már most. De hát lehet, hogy én a Mahindra cégcsoport összes többi tagját azért így át tudnám küldeni egy kis tanulmányútra ide Sangyongékhoz, mert öregen. Ezek összerágták. Egy rettentő masszívnak hát az egész kocsi, mert nagyon-nagyon durva az egybe van érzet, nem? Ja, elektromos ülés. Szólok, bocsánat, elektromos ülés. Elektromos zenéktem, és a Petié is. Ugye? Ez megint olyan lesz, mint a Sangyong dicsérete, de hát passzus.
múltkori cikk után is megkaptuk, hogy jó, már ahogy üzősz engem. Figyelj! Maradj ott, légy szíves, köszönöm. Nincs, a menet zaj, egyáltalán nem zavaró. A motor egyáltalán nem zajos. A váltó szépen teszi a dolgot, nem veszik össze a turbót, tudod a váltóval, hogy jaj, most melyik fokozatban vagyunk. Tudod kézzel is pöckölgetni, ha éppen akarod, de hát semmi szükség nincsen rá. Még már mondom, a hifi is elfogadhatóan szó, szóval hallgattam én ebben cigánzenét is, meg mindent, nem bolondultam meg tőle. Tehát a kesztyű tartót azt nem tudod kinyitni nyilván a térdettől rendesen, de azért van. Not bad. Hát de nem, de most mondd meg te, ezért mondom, hogy beszélj te is róla, mert az által meglátsz olyat, ami már nekem nem tűnik föl, vagy engem nem zavar. De tényleg az van, hogy aki eddig ebbe beleült, kollégák közül vagy akár közül, azt mondták, hogy figyelj, ez mi ezzel a baj? Azon kívül, hogy értelmezhetetlen logó van az orrán meg a hátulján. Hát, ja, és azért hozzáteszem, hogy ugye ezt novemberben mutatták be, és novembertől, most januárig bezárólag, idehaza eladtak belőle 300-at. 300-at. Pont most akartam mondani, hogy ennek is az a baja, hogy Sanyon nem veszik az emberek, de akkor... De ahogy kezdik megtalálni ugye a Tivolit, meg az XLV-t is, kezdenek rájönni, hogyha ennyi pénzből meg lehet csinálni ezt, akkor most akkor kíván itt átverve a palánkon. Ha? Mert ugye majd mindjárt megállunk a lámpánál, és akkor kicsit beszélünk a számokról, mert itt van az árlista. 5 év gari. Vigyáztam. 5 év gari. Ott kezdődik, hogy 5.949.000 forint. Az Eco belépő szint, na majd mindjárt visszaérünk a szerkhez, aztán végigmutatom neked. 5.949.000 forint, és ez nem azt jelenti, hogy full fapad, hanem ugyanúgy megvan abba is az Android Auto, ugyanúgy megvan abba is az asszisztensekből a túlnyomó többsége, és nem érzed azt, hogy bele vagy szorítva a full extrás felé. Érted, hogyha akarsz valamit, akkor vedd meg ezt, mert ahhoz már jön az. Hát itt van Ken Greenlee-nek, látod, egy gyönyörű, azt hiszem az egy régi, mi volt az, Jézusom, ez a csőrös orrú Sanyon, hogy hívták már, nem tudom, nem buszó volt az, na mindegy, szóval az meg az ő agymenése volt. De így esküszöm neked, hogy ahogy a Tibi XC90-es évből, ami egy fapados XC90 kétszer ennyi pénzé, átültünk ebbe, hát, értem én, hogy fú, meg prémiumok akarunk lenni, de hát nem tudsz olyan pontot mutatni, amiben az az XC90-es mondjuk jobb lett volna, mint ez. Azt lesz számítva, hogy nagyobb. Nem tudsz, egyszerűen nem tudsz. És nagyon-nagyon sok autóval van ez így. Persze, presztízse nincsen, de hát aki a presztízs miatt veszi az autót, az így járt, az fizesse is meg a felárát. És kiposztoltam róla egy képet a múltkor, és tökre jött egy csomó komment. Nagyon minimálisan kevés volt az értetlenkedő. A többség az ugye elmondta, hogy ők ezt használnak, ugye van most Musso pickup, az a nagy, a Rexton, ami ugye egy Bösszmen egy batár. Nagyon minden Land Cruiser, van az XLV, a Tivoli, van ez. És akkor nagyjából így a Sang-Yong az lényegében súvot meg terepjárót gyárt meg pickupot. A személy autójuk az tulajdonképpen ez. Ehhez is van összkerékhajtás, szóval automatával is. És a belsejét mennyire lehet személyre szabni? Mert ugye ezzel szoktam még nagyon nyomulni más márkák, hogy hú, ilyen fiatalos, meg úgy tudod színekben hát, össze-vissza variálni. Annyira nem. Na. Annyira nem. Van háromféle bőrkárpik, mert mindjárt megmutatom. Mert ennyi az egész, ami itt van nálam, ez a három lap, szóval nem egy bonyolult matek. De tök vicces színei vannak, például tök jó néz ki, narancssárgában van, feketében. És a csomagok, tehát hogy milyen extrákat teszel vele, azt te döntöd egyesével, hogy csomagokba ajánlják. Úgy van, hogy minden felszereltségi szinthez ugye van egy alap dolog, és akkor azon fölül még tudod extrázni, de majdnem mindent lehet kombinálni, majdnem mindennel. Ja. Szóval neked egy, nyilván nincs benne az adatlapba, de hogyha nagyon akarod, akkor azért lehet kombinálni ezt azzal, meg azt azzal. Mondom, majd... Hát ha minden igaz, akkor majd a Bence beül egy ilyenbe.
mert figyelj, ez egy józan választás. Egyszerűen ennyi. Egy 6 millió körül már beülsz egy olyanba, amire azt mondod, hogy jó, kérsz hozzá 17-es kereket, hogy ne legyen drága a gumi. Lehet, hogy nem fog ilyen jól kinézni, de hát most értem én, csak fele annyiba kerül rá a gumi. Ott is egy, ott egy, ott egy, ott egy szagjon. Hol volt? Ott a baloldalon fejlődik. Ja, na, az egy Tivoli volt, ha jól láttam, vagy egy XLV. És figyelj, megy nekik a szekér, nyilván indiai pénzen, meg hogyan, de azt látod, hogy folyamatosan modellről modellre lépkednek előre. Mondjuk volt honnan, az tény, de már az előző se volt semmibe bántó, ez meg egyszerűen, ezt nagyon komolyan kell venni ezeket a koreaiakat. Az a hátrány egyedül a Sangyongnak, hogy nem akkora koncern, nem akkora gyártó, mint a Hyundai vagy a Kia. Ő nyilván a Mahindrával azért már teljesen más lenne a kép, mert azok gyártanak ágytáltó kezdve űrsik, rakétáig mindent. De ugye jó gurul, szépen megy, lehet vele azért haladni, nem esik le az útról. Oké, a hátulján érzed, hogy elpattog, ha könnyű, forszírozott kanyarba, de hát minden ilyen egyszerű, úgymond multilink futómű, ilyen. Nem bánt meg ez az autó egyáltalán semmivel, és öregem meglepő dolgokat tud, amikre így nem is számítanál, vagy hogy számítanál, csak rögtön utána adódik benne a kérdés, hogy na jó, de ha ezt tudja ennyiért, akkor a mások miért nem tudják alapból? Érted? Na, és akkor megnézz, már kezdődik a terület, látod, csak leálltál. Itt van neked, itt van, tessék, hogy Eco 5.949, Style 6.2, ez a fullos, ez 7.700. Így. Oké, erre még rájön az automata váltó 5 kilóé, mindenképpen javaslom, mert nagyon jó teszi a dolgát. Elektromos kézifék 60.000, a biztonsági csomag, és figyelj, abban benne van a holtérfigyelő, a sávváltás asszisztens, parkolóhely elhagyását segítő funkció, keresztforgalom figyelő, tattara, a fékező funkcióval, az csak 130.000, szóval csak nem is drágák az extrák. Adaptív tempomat 100-asé, és akkor nézd meg, hogy itt már az Eco szinten már elég sok mindent megvan, és 5 csillagos a törést tesz. Na, még ebben se tudsz belekötni menni. Miért nem 6? Mert 5 a maximum, te hülye. Klíma van, két zónás, ez már ebbe széria. És itt van, hogy a 8 szolos érintőképernyős multimédia rendszer, ami ugye nem az, ez a 9-es, de már alapáron benne van mindegyikben. És tudja az Android Autót, meg a CarPlay-t. Nem Ferrari, nem izé, simán. Az Uber, mindez, ez 320.000, de nyilván mentő, és mondta, hogy neki erre nincs szükség, mert oda fogja tükrözni a vazét, nem kell neki az idióta TomTom navi. Ez a nagyfelni 99.000 csomagtér, szóval, na. És akkor itt vagyunk, hogy van fekete beltér, szürke beltér, meg barna beltér, ezek így néznek ki. És akkor szövet, bőr, itt vannak a színek, aztán nagyjából csókolom. Szóval nem vagy megőrülve attól, hogy most jaj, egy hónapig rakjuk össze az autót, bemész, megrendeled, megkapod. Váró is te hosszú? Nem. Előbb jössz be bőrgyógyászhoz, vagy előbb kapsz egy Sorrentót? Korándó, Kia a Sorrento. Igen, bocsánat. 7.699.000 forint a fullos. De érdemes át elgondolkodni. És főleg úgy, hogy én a Rexton tépen az nagyon, nagyon bírom, de rendes álvázas terepjáról már lehet, hogy már jó lenne ezzel cibálni a Polaris, nem? Hm. Majd 3 tudnál tud húzni, nem kell félteni, nem buzijáró, nem dísz. Na hát számoljunk, és 5 év garé, vigyáztam, számoljunk egy finanszírozást. Ezeket csak azért mondom el, mert ezek nem magától értetődő dolgok, és sok embernek még mindig nincs meg a fejébe, hogy haló, itt 7.700.000 forinté, olyan autót kapsz, hogy azért az tényleg rendben van. Teszünk egy 5 éves futamidőt, éppen kifut majd a Gariból. 3 millió forintos önerőt, mondjuk ez 3 millió 40. Legyünk pontosak, legyen 3 millió forint az önerő. Ja, és nyilván jönnek az alkatrészellátási kérdések, meg minden. Ezt már elmondtuk a múltkor is, holland nagyraktár. Ezt ők mondták, a Sangyongosok, hogy 24 órán belül itt van az alkatrész. Nem én mondtam, ők mondták, nyilván már mindenki döntse el, meg várjuk a tapasztalatokat.
90.708 forint havonta, ha 5 évre veszed, 6,2%-os THM-mel és társaságra, de magánszemélyre is ennyi. Szóval, Korea can do, de tényleg. Egyedül talán az, ami, hogy mondjuk 5 év után elragadni, mennyi az értékvesztés? Borzalmas az értékvesztésük valószínűleg. Az, ami... De tudod, minél inkább beszivárog. Hullahó, minél inkább beszivárog a köztudatba, az a tény, hogy ezek az autók egyáltalán nem rosszak. Már meglátjuk, hogy a tartóságuk milyen lesz. Annál jobban felértékelődnek majd a használt piacon is, de hát ez pont az a kocsi, amit 6 millióért megveszel újkorában, az kész, és akkor használod. Hát ez szóval nincs az a fájdalom, hogy 10-eket kell kiadnod, vagy 11-12-t egy kvázi ilyen méretű SUV-é. És azért ez nagyon nem mindegy. Mert ez mindegyiknél olcsóbb, valamire kevésbé. És mondjuk utána jobban fáj az értékvesztés, amit ők azok is veszítenek, igen, érted? Szóval mit én tudom, valami mindegyiknél olcsóbb, ugyanazzal a felszereltségi szinten, valamelyiknél nem sokkal, valamelyiknél meg nagyon sokkal. És minőségét tekintve azért ez eléggé ott van. Nem egy Volkswagen szint, de egyáltalán nincs mit szégyelnie. Ti meg vigyázzatok magatokra, ónos eső lesz. Országszerte. Figyeljetek oda, mert nagyon tud csúszni, inkább fékezgessetek egy picit rá, hogy megérezzétek, mi a tapadás határ. Én ezt szoktam csinálni, meg ezt javaslom mindenkinek. Ha nem jönnek mögöttetek nagyon, akkor picit fékezzetek be, azt érzitek már, hogy mikor kezd el csúszni a kerék. Nézzétek a Speed Zone-t holnap is, mert egy egész jó kis adást rittyentettünk össze. Én meg azt mondom, hogy nézzétek meg azért a Korandót, mert figyelj, a legszélesebb az összes közül, van benne hely. Jó látszik, nagy kocka, a géptető ott van előtted. Nem szeretem a SUV-okat, sokkal inkább a rendes terepjárókat, de azt el kell ismerni, hogy ezek eljutottak valahova. És azért az eléggé az elejében van. Ennyi pénzé meg főleg. Béke. Ujj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 
tapasztalat velünk. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.